A nagyváradi állatkertet 1964-ben hozták létre a kommunista kor követelményei szerint, egy 3,8 hektáron elterülő árnyas ligetben, a Rédei grófi család hajdani birtokán. A rédeiek a 19. század derekán 60 hektárnyi erdőt adományoztak a városnak, a lakosság rekreálódása végett. A területet azonban a város magába szippantotta. Ha ez nem így történik, most talán az állatok sorsáért sem kellene aggódni. A problémát az okozza, hogy az állatkert tulajdonosa, a városi tanács egy csoportja a régi parkot újítaná fel egy kisebb összegért, és a 850 fős állatállományból alig 120-150-et tartana meg. A másik érdekcsoport viszont egy városon kívüli erdőbe költöztetni az állatseregletet. Miközben a tanácson belül ezen vitatkoztak, a környezetvédelmi hatóság megvonta az állatkert működési engedélyét. Începând cu 10 august au expirat zilele acordate pentru ultimele măsuri care, să spunem, ar fi putut fi făcute pentru grădina zoologică. Nu s-au reușit a fi făcute măsurile din programul de conformare, suprafețele necesare fiecare specii de animale, condițiile de alimentare cu apă canalizare, cuști încălzite, supradimensionat și, prin urmare, oricum va trebui să se renunțe la anumite exemplare, la anumite specii, astfel încât pe acea suprafață de 3,7 hectare să poată să se amenajeze cuști. Az önkormányzat szeretné ugyan megtartani és fejleszteni az állatkertet, de egyelőre senki nem tudja, hogyan és milyen pénzből lehetne ezt megvalósítani. Făcut două licitații pentru realizarea de studiului de fezabilitate și a proiectului pentru reabilitarea grădinii zoologice. Din păcate, nu s-au prezentat la licitație ofertanți. Sunt necesare investiții majore, problema rămâne. Greu de spus, încercăm reabilitarea grădinii zoologice. Soluțiile concrete sunt încă în discuție. E pillanatban úgy tűnik, hogy az állomány ritkítását pártolnák többen, ezért 18 romániai állatkertnek kínáltak fel egyedeket a népes vadállományból. A váradi állatkert oroszlányai, medvéi, farkasai azonban úgy tűnik nem kellenek senkinek. Romániában a 41 zoológiai park és terrárium alig felének van működési engedélye, ezért nem is fogadhatják a nagyváradi menekülteket. Az állatkert létrehozása óta nem sokat épült, de a szeretetteljes gondoskodásnak hála az állomány a rabságban is szépen gyarapodott. Ifjú oroszlánok, pöttöm macik, farkaskölykök mindenfelé. Gondozójuk ismerős hangjára már jönnek is, hogy puszilkodásra dugják órukat a kerítéshez. Az állatkert dolgozói a feszült helyzet miatt nem mertek kamera elé állni. Ráduás Tilián, az intézmény fiatal gondozója utoljára télen nyilatkozott arról, hogy miért lenne fontos megőrizni az állatkertet. Fost abandonat de părinții lor și noi ne-am ocupat de ele. Eu personal am crescut, am dat să mănânce. Totuși acum mă țin în minte, sunt ca tata lor acum. De-aia am dorit să le facă spații mai mari, să nu le dăm de aici, să rămână la grădina zoologică, în Oradea. Ei, ăștia, de exemplu, nu s-ar descurca în libertate. Eu sunt învățat să primească hrană. Radu kedvencei, Sheila și Frida, azóta igazi oroszlán kisasszonyok lettek. Vajon nekik is távozniuk kell? Ebédidő. Az állatokat gondozó férfiak és asszonyok a romániai minimálbérért, vagyis 30-40 ezer forintnyi jövedelemért teszik a dolgukat nap mint nap. Párcium legnagyobb állatkertjét évente 70 ezeren látogatják. A környező megyékből is ide hozzák okosodni a kis embereket, hiszen sokan még a kecske és a tehén között sem tudnak különbséget tenni. Igen, 110 kilométert jöttünk csak, hogy megmutassuk neki az állatokat a gyerekeknek. Örülnek nagyon neki. Kérdezik, hogy melyik milyen állat. Nagyon nagy előny ez. Egy állatkert szerintem, bár több lenne belőle, sokkal jobb lenne. Gyerekiknek újdonság. Pláne faluról, akik csak otthon nem látnak, csak libát, meg ilyesmit. És a tigris, az oroszlán, minden. Mert csak tévébe látunk. Ugyanak rá keretet, hogy modernizálják. Az állatkertet működtető piacrendészeti és közterületfejlesztési vállalat igazgatója szerint a tulajdonost, vagyis a városi tanácsot már évekkel ezelőtt értesítették arról, hogy a park nem felel meg az állatok fogvatartását szabályzó 2002-ben született 191-es számú törvénynek. Az európai ajánlásokat kötelezővé tévő kormányhatározatnak pedig végképp nem. Molnár Mihály igazgató asztalán hegyekben állnak azok az iratcsomók, amelyekben a tulajdonost figyelmeztetik az állatparkban uralkodó rendellenességekre. Átiratot elküldtük a tulajdonos részére, felkéve arra, hogy keresünk más területet ennek az állatállománynak. Jelenlegi körülménye az állatkertnek
semmiféle tekintetben nem megfelelő, hisz körbe van zárva magán és állami intézményekkel, egy forgalmas út mellett helyezkedik el, nem rendelkezik az odalátogató kényelmét biztosító helyekkel. A szaktárca és a környezetvédelmi hatóság javaslatai szerint már 2005-ben elkészült a nagyváradi állatkert rehabilitációs terve, ám ezt a tanács csak 2006. októberében fogadta el. A működtető szerint 2007 derekáig kaptak határidőt a nagy beruházás elvégzésére. Állatkertet tervezni pedig egy átlag építész nem igazán tud, mert ahhoz ismerni kell az állatokat és a szokásaikat is. Ráadásul az intézménynek jelenleg sem működési, sem állategészségügyi engedélye nincs. Van viszont egy csomó emberi gondoskodásra szoruló, nyűkként kezelt állat, és a teljes bizonytalanság. Egyelőre úgy tűnik, csak idő kérdése, hogy mikor kerül lakat a 43 éve működő intézmény bejáratára.